YouTube videók készítése közben azt az elvet szoktam követni, hogy úgy mutatok be egy témát, ahogy az számomra a legérdekesebb lenne, ezért magamat a hallgatóság szerepébe képzelem. A cél mindig az, hogy olyan élményt keltsen a beszámoló, mintha egy közel ismerősöd itt állna veled szemben és sztorizna neked, mindezt látványos vizuális elemekkel megfűszerezve. Az a szett, ami ezt a tripi felvételt lehetővé tette, indokolatlanul megfizethető. De ne rohanjunk előre, nézzük meg, hogy honnan indult a VR, és hogy hol tart most, amikor már több mint egy tucat globális cég verseng ebben a futurisztikus iparágban. And you just put the helmet on like that. Oh my god. A VR technológia meglepően nem új keletű dolog. Sci-fi könyvek már a 30-as évek óta játszadoznak az ötlettel, a sztereoszkópikus képalkotás közel együttös a fotográfiával, azonban az első headsetet, ami képes volt lekövetni a mozgást és annak megfelelően renderelni a látottakat, 1968-ban egy amerikai egyetemen alkották meg, és olyan nehéz volt, hogy a plafonról felfüggesztve lehetett csak használni. Hosszú út állt még a számítástechnika előtt ahhoz, hogy ez ténylegesen használhatóvá váljon, de a 80-as évek végére már a NASA is ezen dolgozott. Az első eszközök, amiket egyszerű, halandó emberek is kipróbálhattak, a 91-ben megjelent arcade gépek voltak, mai szemmel visszanézve egészen hihetetlen minőségűek. 93-ban a Sega próbálkozott először azzal, hogy eljutassa az emberek otthonába ezt a technológiát, de megfizethető áron ez továbbra sem volt lehetséges. A termék végül piacra sem került, részben azért, mert tengeri betegséget okozott a felhasználóknál. Ha a headset nem pontosan követi le a fej mozgását, a szemeid nem azt látják, amit a többi érzékszerved szerint látnod kéne. Értsd, a tested mozog, de a világ körülötted nem. Ez durva diszorientáltságot tud okozni. Az akkoriban felfoghatatlanul hatalmas sikereket elérő Nintendo szintén csúnyán belebukott a VR szemüveges kísérletébe, kényelmetlen volt, monokrom, megfájdult tőle az ember szeme, így hosszú évre elkönyvelték a cégek, hogy erre még nem érett meg a világ. A következő termék, ami nagy port kavart, az a Google Glass volt 2013-ban, ami viszont nem egy VR szemüveg volt, hanem AR. A különbség a kettő között az, hogy a VR, a virtuális valóság, téged egy új környezetbe helyez, és kitágítja az általad érzékelt teret, az AR, azaz Augmented Reality, viszont a meglévő valóságra helyezi rá az elemeket, amiket használni szeretnél. Mondjuk a navigációs szoftvert, a kontaktjaidat, a naptárad. Elképesztő, mi mindenre volt képes ez a 10 éves eszköz, a Google nagyon megelőzte ezzel a korát, sajnos egy kicsit túlságosan is, sosem maradott nagy sikert. Térjünk vissza a VR-ra és a legnagyobb kihívásra, amivel ebben az időszakban szembe kellett néznünk. A játékaink kétdimenziósak, ahogy ezt a mellékelt ábra is mutatja, a valóság viszont háromdimenziós. Ha egy sima kijelzőt teszel a szemed elé, annak nem lesz térhatása, ezt a kijelzőt el kell torzítani. Az optika pedig, ami ezt lehetővé teszi, baromi drága. Ekkor tájt lép a színre Palmer Lucky, egy 10 éves VR kocka srác, aki azt mondja, hogy használjuk inkább olcsó lencséket, a torzítást pedig végezzük szoftveresen. Ez visszagondolva már rendkívül kézenfekvő megoldásnak tűnik, valójában viszont akkora forradalmi ötlet volt, hogy a Facebook fel is vásárolta az Oculus nevű startupját 2014-ben. Ekkora a VR már valóban működőképes volt, a HTC és a Sony is nagyon népszerűvé váltak ezen a piacon, még messze nem volt tökéletes, hiszen drága, körülményes, külső szenzorokra támaszkodó, alacsony felbontású, alacsony képfrissítésű eszközökről volt szó, de akiket igazán érdekelt a technológia, azok fejest ugrattak a témába. Lassan, fokozatosan, nőtt évről évre az értékesített VR headsetek száma, apránként számolták fel a 20 éves előítéleteket. Az első nagyobb acska ugrás 2020-ban történt, ekkor jelent meg decemberben az Oculus Quest 2. Ez az eszköz, amit a kezemben tartok. Abban volt más, mint az előző márkák vagy modellek, hogy természetesen képes volt egy számítógéphez csatlakozva működni, akár vezetékkel, akár Wi-Fi-n keresztül, de képes volt különálló egységként a saját hardverén is futtatni az alkalmazásokat. Tehát nem vagy már helyhez kötve, nem kell szenzorokat felszerelned a falra a trekkingeléshez, az eddigieknél nagyobb felbontású kijelzőket, nagyobb frissítési frekvenciát, alacsonyabb válaszidőt kapsz ezzel az eszközzel, tehát tengeri betegségről már szó sem esett, ezt az egész csomagot pedig mindösszesen 300 amerikai dollárért vásárolhatod meg, miközben a konkurencia ennél rosszabb teljesítményű vezetékes eszközöket árul kétszer vagy háromszor ennyi pénzért. Léteztek akkor is jobb headsetek, de ez az árértékarány messze verhetetlen volt. Ez az agresszívan árazott termék 2021-re gyakorlatilag önállóan megduplázta az eladott VR szemüvegek számát az előző évhez képest, a mai napig ebből fogy a legtöbb. Felmerül azonban a kérdés, hogy miért választani ilyen stratégiát a Facebook, vagyis a Meta. Konkrétan pénzt veszítenek minden egyes eladott terméken, és eladások millióiról beszélünk. Azért, mert Mark Zuckerberg meggyőződése, hogy a VR a jövő technológiája.
Az ő víziója az, hogy ezek a termékek fogják leváltani a mobiltelefonokat, hogy ebben mennyire van igaza, erre még visszatérünk. Ha pedig ez a jövő telefonja, akkor még most kell monopolizálni a piacot a leginnovatívabb, legolcsóbb eszközökkel. Ezt használja mindenki, ezzel legyen kompatibilis minden jövőbeli kiegészítő, erre a platformra gyártsák az összes játékot és munkához kapcsolódó applikációt. Mert lehet utálni a Facebookot, de ha mindenki ott szervezi az életét, akkor te sem teheted meg, hogy ne állj be közéjük. Oké, átnyálasztuk a VR történelmét, nézzük meg, mit nyújt számunkra a jelen. Milyen messze vagyunk most a Ready Player One-tól? Lehetséges-e egyáltalán az a technológia, amit bemutatnak ebben a filmben? Nem lehetséges. Mert már létezik. Kicsi, könnyű, nagy felbontású szemüvegek? Pipa. Tapintás visszajelzés a tested teljes felületén? Pipa. Test és szemtracking? Pipa. 360 fokos futópad? Pipa. Illatok reprodukálása? Pipa. Akkora felhasználó alkotta virtuális terek, amiket szinte lehetetlen bejárni? Pipa. Bár különböző, egymással még nem feltétlenül kompatibilis és közel sem megfizethető eszközökről beszélünk, ezek mind léteznek, és mind képesek olyan szintre emelni az immerziót, hogy konkrétan furcsa visszatérni a valóságba. Bullshitnek hangzik? Nem az. Egy óra VR-ozás után, minden csili-vili kiegészítő nélkül, amikor leveszem a headsetet, kicsit meglepődök, hogy nem abban a térben voltam, amiben éreztem magam. Az egyik legdurvább személyes élményem az, hogy már 4 hónapja megvolt a saját eszközöm, amikor rászántam magam, hogy megvegyem a Walking Dead VR játékát. Lehet benne zombikra lőni pisztollyal, nyillal, kell benne gyűjtögetni, létrát mászni, nagyon változatos módokon lehet interaktálni mindennel, de a legnagyobb hatással a kétkezi harc volt rám. Ugyanis néha elfogy a lőszered és nincs hova futni, kénytelen vagy egy törrel vagy egy csavarhúzóval elbánni a zombikkal. Akkor pedig neked a zombi felé kell lépned, helyesen meg kell becsülnöd a sebességet és a távolságot, majd fejbe szúrni az ellenfeled. A kés rendszerint beleragad a fejükbe, ezért erővel ki kell rántani. Ezt még kombináld össze az adrenalinnal, amit az izgalomtól érzel, az eredmény pedig az, hogy minden egyes szúrásnál szabályosan végigfut a hideg a testemen, annyira képes átverni engem a játék. És ez nem egyszer történt meg, hanem 2 héten keresztül minden egyes nap, amikor játszottam vele. Na de lehet, hogy neked ez a vérengzés egyébként sem stílusod, mi más lehet még kipróbálni, kérdezhetnéd. Van mondjuk ingyenes kaszinójáték, ahol pókerezhetsz, ruletezhetsz kedvedre. Van pingpong, ami olyan realisztikus, hogy a valós életbeli skilleknek is hasznát veszed. Tudok a játékban nyesni, pörgetni mindent, ami lehetséges. Vannak táncolós, vannak fitnesses, vannak horgászós, de még társasjátékok is. Ha valaki átjön hozzám, kipróbálhatom kimeresétálni egy felhőkarcoló tetején egy fapalánkra, vagy képes-e átverni a VR az érzékszerveit, és leizzasztja úgy, hogy a szilárd padlón áll a nappalimban. A legjobb minőségű, leglenyűgözőbb játék azonban a Half-Life előzmény sztoria, amit csak számítógépről streamelve lehet futtatni, mert nagyobb rendszerigényű, de vezeték nélkül is mindenféle laggolás vagy bug nélkül végig tudtam játszani, és majd egy év VR-ozás után ismét képes volt elérni azt a hatást, hogy beléptem a játékba, és csak ott álltam 15 percen keresztül, és csodáltam a részletgazdagságát, azt, hogy mindent meg tudok fogni, és hogy mennyire el tudja velem felettetni, hogy hol is vagyok valójában. Ezek az élménybeszámolók futurisztikus és nagyon pozitív képet festenek a technológia állapotáról, de kár lenne letagadni, hogy ez túl szép ahhoz, hogy ilyen formában igaz legyen. Nagyon sok ember továbbra is szkeptikus, és megvannak a kételyei a jövővel kapcsolatban, úgyhogy vizsgáljuk meg az árnyoldalát a témának. Első negatívum, hülyén néz ki. Ezt tökéletesen aláírom. Nem sok mindent tudok felhozni a mentségére, csak azt, hogy idővel a headsetek még kisebbek és társadalmilag is sokkal elfogadottabbak lesznek. Ha pedig azért mondasz nemet egy ilyen élményre, mert azon stresszelsz, hogy hogyan nézel ki közben, akkor lehet, hogy túl sokat foglalkozol azzal, hogy mások mit gondolnak rólad. Vegyél egyet játszani otthonra, ott maximum a lakótársad, meg a mindenkit lehallgató szervek fognak látni téged. Józsi, lebuktunk! Húzd innen! Második negatívum, kicsi a felbontás, tengeri beteg leszel tőle, még adni kell 5-10 évet a technológiának. Ezek a tévhitek 5-10 éve voltak igazak, vegyél fel egy headsetet most, és utána szedd össze az állad a földről. Ami továbbra is zavaró, hogy az aksik kb. 2 órát bírnak, illetve az olcsó modellek még kényelmetlenek hosszabb használat során, de még mindig kevésbé fáj tőlük a nyakam, mint amikor a telefonomon kell filmet nézem utazás közben, és érzem, hogy megyek vissza a neandervölgyi ember testtartásához. Harmadik negatívum, ha ilyen hihető lesz a virtuális valóság, akkor még kevesebb időt fogunk tölteni a természetben, antiszociálissá válunk, és úgy végezzük, mint a Waliban az űrturisták. Szerintem valóban lesznek emberek, akik szélsőséges módon függőjévé válnak a virtuális valóságnak, mert bár szomorúan hangzik, de szebb lesz, mint a valódi életük. Ez viszont igaz nagyjából minden korszakváltó eszközre. Léteznek fiatalok, akik 8-10 órát töltenek naponta a telefonjukon. Ezelőtt azokat az embereket néztük le, akik egész nap tévét néztek.
Bár nem éltem meg, de biztos vagyok benne, hogy voltak, akiknek annó a rádió és ördögtől való vívmány volt. Szélsőséges példák mindig vannak és mindig is lesznek, de ne ez alapján ítéljük meg a közösséget. Lehetséges, és én hiszek is benne, hogy lesz majd egy generáció, akik csodálkozni fognak azon, hogy régen az emberek a kezükben hordták a kijelzőiket, és nem a szemük előtt. Mert ennek megvannak az előnyei is. Sokkal kényelmesebb, nem kell tartani, nem rontja el a testtartásod, nem vonja el a figyelmed arról, ami előtted van. Mert egy AR típusú szemüvegen keresztül képes vagy látni a valóságot is, kevésbé valószínű, hogy karambolozni fogsz. Sőt, a szemüveg saját kamerái hamarabb észre fogják venni, hogy valaki szabálytalanul közlekedik, és tud téged előre figyelmeztetni. Na, ezek a típusú innovációk számomra az igazán izgalmasak. Negyedik negatívum, még nem elég elterjedt a technológia. Sajnos ez is nagyon igaz. Hiába adnak el évente 20 millió headsetet, a saját ismerősi körömben mindössze 2 emberrel tudok csak együtt játszani, és zavaróan kevés multiplayer játék van. Szintén kevés olyan nagyszabású játékot lehet megvásárolni, aminek hosszú sztoria van, és el lehet benne mélyülni. Ha nincs elég aktív felhasználó, a cégeknek nem áll érdekükben energiát fektetni új szoftverek legyártásába. De idővel ez is változni fog, mert a számítástechnika fejlődik, a headsetek olcsóbbak, könnyebbek lesznek, egyre több emberhez jut el a VR híre, és egyszer csak mainstream dologgá válik. Mondjuk nézhetünk majd sportközvetítéseket elsősorból 360 fokos kamerákon keresztül, mármint te nézhetsz engem hidegen, hogy a sport, de arra nagyon kíváncsi leszek, hogy mikor kapnak rá a filmkészítők a 360 fokos tartalomgyártásra. Képzeld el, hogy körülötted zajlik a film cselekménye. Ezekhez a dolgokhoz szinte már érteni sem kell, mert a telefonod képes beszkennelni egy teljes szobát vagy épületet, úgy alkothatsz játéktereket, hogy sosem tanultál 3D szoftvert kezelni. Gondolj bele, ha egyszer hétköznapivel válik mindez a technológia, már nem panorámafotókat fogsz készíteni a nyaralásaidon, hanem nagy felbontású 360 fokos videókat, így bármikor visszamehetsz és újra átélheted azt a vizuális élményt, amit akkor tapasztaltál. Túl bizakodó vagyok? Lehet. Talán még mindig nem érett meg rá a világ. A telefonok sem fognak eltűnni hirtelen, az is biztos. De engem már egy 3 éves mobiltelefon processzorral ellátott konzol is meggyőzött, ami nem kerül többe egy PS5-nél. Bele sem merek gondolni, hogy mit hozott ki az Apple egy 1,5 milliós AR-VR hibridből, amiben M2-es chip van, és szemmozgással meg gesztusokkal navigálod. Ez a cég híres arról, hogy sosem elsőként lépnek be a piacra, de mindig az ő termékeik tökéletesítik az elképzeléseket. Újra gondolták a telefonokat, a tableteket, az okosórákat, most az ő készülékeikből fogy a legtöbb a világon. Ha úgy gondolták, hogy egy gazdasági válság közepén debütálhatják a forradalmian újszerű szemüvegeket, akkor nagyon magabiztosak lehetnek benne. 47 millió megtekintésnél jár a bemutató videó egy hét után. Ilyen számokra még Taylor Swift sem panaszkodna. Egy szó mint 100, baromi izgalmas időszakban élünk, ha még nem volt rajtad VR, menj és próbáld ki. Nem mindenkinek egyformán nagy élmény, de aki fogékony rá, abban maradandó nyomot hagy. Apple, if you're watching this, please, let me try it out. Oké, mára ennyi. Köszönöm a figyelmed.